Bori Jenő szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola és Műszaki Egyetem szobrásztanára építette a várat. Kevés olyan művészt ismerünk, aki még életében felépítette saját emlékművét és múzeumát. Lehetnék ringatózó ág, de én úgy, mint egy vad vihar felhő. A vár története 1912-ben kezdődött, amikor Bori Jenő a Székesfehérvár melletti Mária völgyben megvásárolta azt az egyholni területet, ahol eleinte egy kis présház állt a célból, hogy a nyári szünetet családjával ott tölthesse. A vár 40 nyáron át épült, míg a művész az év többi részében Budapesten élt, tanított és alkotott. Bori Jenő saját műalkotásának tekintette a várát. Nem annyira épületnek, mint inkább szobornak. Művészetének egyik fontos jellemzője a műfajok, technikák, stílusok, sokszínűsége. Háza összefoglaló tervek nélkül évről évre fejlődött, terjeszkedett. A látszólag öncélú díszítményekkel ellátott túlméretezett lakóház magyarországi szimbolikus építészet különös példája. Az épületben több száz, a legváltozatosabb technikával készült szobor található. A falakat elborítják a festmények. A vár külső és belső tereiben a legváratlanabb helyeken tűnnek fel mozaikos, üvegfestmények. Most, hogy fáradtnak érzem mindenem, talán még egyszer jó nap kéne lennem. Bori Jenő emléket emelt művészi álmainak, a munkának és a hitvesi szeretetnek.